ő végül is egy magát baloldalinak valló, hogy úgy mondjam, de semmiképpen sem kommunista vagy marxista, inkább tudósnak, politika tudósnak tartotta magát, de nem abban az értelemben, mint ahogy ma a politológusokat nevezzük, hanem inkább abban, hogy történelem, politika, társadalom, pszichológia, szociológia együttes használatával politikai helyzetekben a valóságot próbálta kitapogatni, és az ebből következő cselekvési lehetőségeket valahogy összhangba hozni. Ezt egész fiatal korától ez az érdeklődés megvolt benne. A jóhiszemű baloldaliak között volt a világháború előtt, a világháború alatt már a tulajdonképpen radikális német ellenesség híve volt, valamilyen mértékben részt vett aztán az üldözések idején a zsidók mentésében, illetve azban gondolkozott, hogy hogyan kellene Magyarországon felépíteni egy értelmes demokráciát, amire hát már akkor árnyékként súlyosodott a Szovjetunió szerepe, amelyet ő, hogy úgy mondjam, a jóhiszeműség részben magára nézve kötelező vállalásával, részben pedig, hogy úgy mondjam, egy ilyen captatio benevolentiaként nem ellenségesen hangsúlyozott. 45 és 48 között nagyon komoly politikai publicisztikát írt, amit a 48-as kommunista hatalomátvétel radikálisan háttérbe szorított, nem jelenthetett meg, nem attól kezdve ő nem könyvtáros volt és küzdhetett a magyar átlag népesség szintjén a három gyerekével a mindennapokért. 56-ban úgyis, mint a nemzeti parasztpártnak nevezett, 45-ben nem kifejezetten kommunistaként politikai szerepbe került, de aztán különböző kriptokommunista tagjai által hát megszűnésre ítélt pártnak volt a tagja. Az újjáalakult 56-ban, ennek képviseletében ő bekerült Nagy Imre november 3-án elvileg hivatalba kihirdetett kormányába, de mielőtt összeülhettek volna, november 4-én hajnalba bejöttek az oroszok. Ekkor őt a parlamentbe hívták, ő be is ment, a kormány többi tagjai közül már csak kettővel találkozott, mert Nagy Imre elment a jugoszláv követségre, apám ezt nem tudta, és akkor úgy érezte, hogy neki kötelessége a kormány nevében valamit nyilatkozni, mert úgy tudta, hogy a Nagy Imrét letartóztatták az oroszok, tehát akadályozva van a miniszterelnök. Ebben a minőségben nyilatkozott telefonon is, meg egy személyes beadvánnyal az amerikai követségen, a szomszédban volt a parlamenthez képest, aztán visszament a parlamentbe, ott megírt egy nyilatkozatot, amit nagyjából a magyar népnek vagy lakosságnak szólt, amelyik arról szólt egyrészt, hogy itt nem volt ellenforradalom, másrészt a szabad világot politikai és nem katonai hangsúly, nem katonai segítséget kért. Ezért, meg aztán azért is, mert hogy ő 57 áprilisára, illetve márciusára egy összefoglaló emlékiratot írt arról, hogy mi a jelentőség a magyar forradalomnak. Őt letartóztatták májusban, és életfogytiglanra ítélték, azt hajszál híján úszta meg a halálos ítéletet, és 63-ban az amnestiával szabadult, és aztán egy könyvtárosi állást kapott, amit visszavonulta. Nem piszkálták, de a fontos témáinak a megírásához alig jutott hozzá, és aztán 79-ben infarktusban, illetve hát részben egyéb betegségekben, amiben annak is szerepe volt a letartóztatás. Szóval a sorsának is szerepe volt abban, hogy magas vérnyomás, meg egyszer börtönfegyelmi vétség miatt testi fenyítést is kapott a börtönben. A vizsgálat alatt nem bántották, de vidéken valószínűleg a nyomozások során megverték az embereket, erről vannak adatok, de
őt értelmiségiként, és Budapesten nem. Hát szóval ez volt az ő pályája. 79 után már akkor is ez a formálódó ellenzék, amelyik Magyarországon ugye főleg ilyen reformkommunisták, meg kevésbé reformkommunisták gyerekeiből és lassan a hozzájuk csatlakozókból állt össze. Azok keresték vele a kapcsolatot, néhány fiatalt mi is közvetítettünk hozzá, és kezdetét vette egy olyan, hogy felfedezték a művét, kezdték olvasni, szamizdatban kiadni, és a halála előtt a 70. születésnapján egy emlékkönyvvel szerettek volna tisztelegni előtte, és mire ez elkészült, 80-ra addigra ő már meghalt, de ez még odavonzott embereket, úgyhogy 72 magyar, vagy 76 magyar neves értelmiségi tisztelgett ebben, amit szintén csak szamizdatban lehetett kiadni, mert ezek már kormánykritikusak, meg kommunizmus kritikusak is voltak. A rendszerváltáskor ez a föllendülés még egy rövid ideig tartott, rá hivatkoztak is nagyon többszörösen is.